Látogassatok meg a Twitch csatornámat, az a leírásban, csak mondom. Látok, ez a pedig itt a baj videóban is, hú, my god, nagyon jó, jó, mert először is a videózóra telepítésnél eltűnt az, hogy aktiválja a videózt, nem tudom hogyan, miért, de eltűnt az a lényeg. Egy. Kettő, sikert megoldani, hogy megy a Minecraftot. Három, megy a Minecraft. Négy, srácok, üldözök mindenki itt a mai videóban. És az egyik nézőnktől kaptunk egy kalandpályát, egy nyugodtan írjatok. Vagy küldjetek kalandpályát nekem. Ott van leírásban, amire tudtok e-mail címre írni nekem, vagy a Facebookra is nyugodtan küldhettek. Nekem aztán tök mindegy. De viszont szerintem akkor kezdjük el. Így rajbrak a mikrofont, fantasztikus. Na járj, légy szíj az ajtóm előtt, mert nagyon zavaró. Ádám. Nem bírok ízét beszélni. Meg kellemetlen teség. Nem, videó. Szoktam videózni, csak lájom is, nem? De aztán lépjünk be, srácok, kicsit átveszed a dolgot. Bár egyszer belépted, de csak egyit észre, így körbe részletet, semmit nem csináltam, esküszöm. Jóaj. Na. Akkor kezdjük is, itt van rengeteg tábla, hát... Nézzük is rá. Köszöntés. Szóval üdvözlök a mapomon, a mapot készítette Zmin 199-10. Oh my god, mit csinál Dave. Fantasztikus. Nézzük a következő történet. Te egy rejtélyes ember elrabolt, és itt ébredtél, és akkor az a feladat, hogy juss ki ebből a feladat, hogy gondolom, hogy juss ki ebből a kóceráiból, és találd meg az embert, aki elrabolt. És a rizgábes feladat, srácok. Nagyon szeretném igen ezeket a munkat, nem csak parra, amit itt nagyon kell csinálni, meg nem is nagyon csináltam, úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, nyugodtan küldjétek, tényleg szívesen végigjátszom nektek. Na, folytassuk. Szabályok. Ne csalj, ne használj per game módot, ne használj ki bugokat. Párbeszél mindig olvasd el, érezd jól magad, köszönöm szépen, bicsit a szabály érzem. Egyszerűen meg a start előtt, oké. Nézd meg milyen szó, oppá, ott egy évát kart, befigyel srác, félek, hogy itt harcolni kell, vagy egy gyilkossal. Na mindegy, mit vannak még itt, nehézségi fokozat. Game rule. Tudnivalók. Pályát játszod, a pálya egy játékos lehet területbe, spampointok vannak a pályán, a game rule és nehézségi szintet állító gombokat itt ad mellette. Na váltok srácok, az utolsó szoba itt a start. Na várjál. Utolját. Nether quartz a pont, aha. Piros gyapjút kiütheted. Let's go! Ó, értem, oké, király. Start. Jó, király, király. Nézd meg, nincs ez semmi. Kiültettük. Start 5. Az első kalandpályám, tehát ne várjál nagyon sokat. Rendben. Nem gond. Jó, akkor szerintem kezdjük is, srácok. Én már I'm so excited. Első feladat. Párbeszéd. Ezt pointot azt nyomunk. Akkor. Mi nyomunk. Így. Na, párbeszéd. Szia, az én nevem Mérgi, hoppa hoppa. Én fogok kisegíteni a pályán. Szia, remélem jobban leszünk. Ó, turintegetni, sziasztok. Na jó, király, akkor első feladat. Ezt isjuk ki. Az első feladat. Jó, hoppa. Így. Hát feltételezem. Végig egy jó, és én gyorsság. És kaptuk. Asztorolhat, kicsit esett az eső. Jó, kaptuk egy ásót. Másik feladat. Következő feladat, meg kell találni egy kulcsot ahhoz, hogy tovább juss a... mit tovább juss? Ássa a ládában. És ebben a feladatban mindent kiüthetsz. Jó. Spam pointot nem írt, úgyhogy... Feladás. Tehát nem is kell kiütni semmit. Jó, de azért kell kiütni valamit. Meg kell adni, és akkor csak így kapjuk meg a kulcsot. Ez lehet, hogy prank.
Szóval, srácok, folytassuk a játékot. Elég folyak az, aki tehát ez egy prank. Csak akkor a rossz PvP-s vagy, oh my god, hát én elég szar PvP-s vagyok, úgyhogy... Nem ártana. Na. Király, checkpoint. Jó, ez így. Harmadik feladat. Harmadik feladat, 10-es ember rád küldött egy gyilkos, hogy végezzen el veled. Oppa, oppa. Akkor szerintem be is eszem egy jó, be is eszem egy jó pillanat. Ha gyilkos nincsen itt, csak akkor... Csak ha megöltel egy gyilkos, aha. Oké. Okay. Uha, itt egy zombi, egy... Oh my god, bicsit gyilvát karos. Gyilvát szedte egy zombi. Hát... Oké. Mi van, valaki vagy mi? Mi ez? Megöltük a gyilkos. Ez mind, ezek a kicsátok a pályát. Tobika, 120, vagy Zmin, 199 tisztát nyilván ő csinálta, mert ő csinálta. Ez hanyadik kalandpályám, első kalandpályát. Eddig tetszik a pályám. Igen. Ah, jó. Ez hanyadik feladat? Na várjál. Volt egy parkour. Egy kincskeresés. Egy zombiölés, ez a negyedik. Talán. És nem is tudok meghalni! De vár! Ja igen, igen, igen. És akkor négy. És akkor... Köszönöm szépen! Az ötödik feladat. Itt egy egyszerű kombinációs zárat kell megcsinálni. Én is szeretlek amúgy tényleg. Ha Istenem, na jó. Ja, várjál. Várj. Mi? Ez ennyi volt? Tehát így ez volt a nagy kombináció? Kérdezik, sikerült kivenni a pályát. Utolsónak. Ha még arszabb kanapád, akkor mondd ki. Csinálj még! Oké. Okay. Csinálj még. Ez a király lett, ahogy nem volt hosszú, de nagyon király lett. Köszönet. Köszönöm, hogy végigvitte az első pályámat. Mapról. A mapot készítesz mind. Oké. Okay. Készítő idő 3 nap és 2 óra. Azt a mindenit. Easter egg. A pályán el volt egy easter egg. Remélem megtaláltad. Rip. Na azt mondja, van 30. 10 szeretetőr. Quartz noob. 10 szeretet kezdett belőldi. 20-30 egy ügyes. Ha is egy feltök. Jéééé, 33-uk van. Tehát kakik voltunk, srácok. Végső párbeszéd. Igen. Á, én voltam az ember. Csak azért hozlak ide, hogy egy kis... Ezt nem látom. Igen, végig én voltam az ember. Csak azért hoztalak ide, hogy egy kis mókázást csapjak. Á, rossz fiú! Hoppá. Sorry, nem direkt volt. Srácok, ezt a rendőrségnek nem mondjátok el, jó? Nem láthatok semmit, jó? Srácok, köszönöm szépen a figyelmet, nagyon király, hogy megépítetted. Ez az utolsó feladat kicsi egyébként furcsa, tehát is semmi nem kell csinálni. Viszont te nagyon királyi megcsinálhatod, úgyhogy nagyon jó. De szerintem, annak ellenére, hogy a spawn point nem működött meg a game rule, meg a difficulty, de azt megoldottam, tehát semmi probléma nem is szokott átadni. De most felveszem ezeket a mobokat, mert idegesítenek. Szóval még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, és neked is kedves, ez min 199-10, kívülről folyam a nevelet, ugye az a neved. Na mindegy, jó, hagyjuk, biztos az a neved, én biztos benne, hogy ez a neved. Köszönöm szépen, beszél, végigjátszottam, és nektek is köszönöm szépen a figyelmet, és mondom, nyugodtan küldjetek nekem is még ilyen kalandpályákat, mert szívesen kijátszom ezeket. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen nektek a figyelmet, sziasztok!